Jó napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a vlogban szeretném nektek megmutatni, hogy hogy működik az okszálsav szublimálás a gyakorlatban. Nagyon kíváncsi leszek, hogy egy gázállarcban mennyire lesz hallható a videó, az is lehet, hogy teljességgel használhatatlan lesz. Igazából csak azt szeretném megmutatni, hogy hogy nézett ki. Amikor kiszublimálok mondjuk 2 g okszálsavat a levegőbe, és mennyi hogy néz ki az, amikor kiszublimálok 2 g-ot, besublimálok a kapszárba. Ezzel az adagolóval adagolom be, mert az akushoz megvan a gyors adagoló, de ehhez elvesztettem a gyors adagolós kupakot. Na mindegy, nézzétek meg. Rányomom. Ugye így szoktuk elvinni a kapszárig. És csináljam, hogy ne a fénybe menjen, és amikor így fordítom, akkor szublimál ki a levegőbe. És ennyi, ez durván a 2 g. Még mindig tolja, hűti vissza a kazánt. És ennyi, láthatjátok, hogy egy viszonylag nagy felhőt, viszonylag nagy csóvát tol ki. Mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki, hogyha a kaptárba rakom be. Ugye igazából ennek a kis kísérletnek az a lényege, hogy a méhek azonnal elkezdik kiszellőztetni a kaptárat, és hogy így is, hogy kiszellőztetik, mennyi marad bent nyitott ajtónál egy alsó kijárós kezelésnél. Én úgy szoktam csinálni. Az a baj, hogy nálam tálcás etető van, úgyhogy nem nagyon működne az, hogy menekülőtereket furkálok. Az összes kaptárat nem akarom semmiképp összefúrni, egy menekülőteret meg befúrni, és rátatni a tető alá jó volna, ahogy mondják azt mások, hogy úgy csinálják, csak nekem ott még van egy felső takarás, meg egy tálcás etető, úgyhogy gyakorlatilag ez lehetetlen. Na nézzétek, így néz ki. Ez a család mondjuk elég rögtön kiszól, elég sokat. De azért szerintem azért bentre is jut jócskán. Család erősségétől is függ ez egyébként, hogy mennyi az, amennyit kitol. Attól is függ, hogy van-e alatta, hogy alul, hogy a fészek alatt van-e másik fiú. Én rakok alá másikat, úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor is később kezdik el kitolni a méhek. Mutatok egy másikat is, másik családot is. Itt is azért tolják kifelére. Talán nem bírják mindet. Még itt egyébként érdekességképpen megmutatnám, hogy nem tudom mennyire látszódik, talán lehet, hogy nem is, de ennél a frissebbnél, hogy itt felől lehet látni, hogy normál esetben, hogy gőzölög egy kicsit a okszálsav, vagyis szublimál, hogy egészen átüt az egész tömbön, a kaptáron is, fölül is szokott ilyenkor a menekülőse a rostaszöveten gőzölögni kifelé. Na hát ezt csak egy kis érdekességképpen megmutattam, gondoltam, megmutattam, hogy így néz ki a szublimálás, meg hogy így viselkedik egy alsó kijárós rendszerbe. Hogyha méhészként nézted, akkor megköszönöm, hogyha odaírod, hogy te hogy oldod ezt meg, például, hogy amikor már bent van a szatarás, meg tálcás vezető, akkor hogy szublimálsz felülről, mert
Sajnos erre még nem találtam jó megoldást. Biztos jobb lenne, mint így az ajtón. De ez van. Na, abba is hagyom, mert nagyon rossz ebbe a gázállásba beszélni. 28 fok van, ma is jó meleg lesz, ezen a héten még egész héten jó időt mond, úgyhogy leszublimálunk és el is megyünk strandolni egyet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!